Na, de itt is vagyok a Subnautica Bírózának a folytatása, szóval nem fogjuk folytatni, abba hagytuk. Mondjuk nem éppen játszottam egy picit videón kívül, visszamentem szörmét lopni egy olyan nagy állattól, és tehát hazahoztam, mert tehát mondom, én meg akarom szerezni a 100%-át csimenteket ebbe a játékba, és ahhoz tehát ugye kell, kettő van arra, hogy vigyük ki a játékot, és van tehát egy arra, hogy csináljunk egy full ruházatot, szóval. Nem máshol raktam ezeket a szörméket, mint hogy le a pincébe, szóval idehoztuk a... Olyan hülye egy vicc volt, basszus. Ez körülbelül fél óra volt nekem összerakni, hogy direkt ott legyenek csórók. Na mindegy, tehát ebben a részben akkor csinálunk egy full settet. Egyrészt, másrészt meg fogjuk keresni Ellennek a másik testrészét. A... Megmondom az őszintén, pontosan nem tudom melyiket, de tehát ő nem adott nekem jelzést, én viszont utána kerestem. Mert már untam, hogy nem adott jelzést. Tehát előbb akkor meg szeretném nézni, hogy mire lenne szükségünk tehát a sethez, ugyanis tehát mi azt a melegben tartó ruhát fogjuk megcsinálni, ami ez nem más kell, mint feltételezem, hogy rost, igen, rost háló, pontosan jó. Csináljuk meg akkor a full settet, igazából mindegyikre van elég mindenünk gyakorlatilag, szóval akkor rost háló kell, az mibe kerül és honnan a francból lehet szerezni. Itt van kettő, amit nem tudunk elhozni, mert paprika fél inventorim. Szóval a kettő rost háló meg is van, és akkor kell még kettő. Mi kell a rost hálóhoz, nézzük csak meg. Csak ez a minta, ez szó szerint itt lebeg a házunk előtt, mert én véletlenül egyszer hoztam ilyet a növény helyett, és tehát itt maradt. Szóval kell még kettő darab rost háló ebből, hogyha mindenek ezt tudunk csinálni egyet, és akkor el kell mennem megint csak tehát azokhoz a növényekhez, hogy kikéseljek még kettőt. Jó, tök, mert igazából ott vannak, nem is olyan messze. Az egészet kivágtam. Ezt nem tudtam, hogy ki lehet. Az előző játékban is ki lehetett. Szóval megvan minden ahhoz, hogy lecraftoljuk a szettet. Hogyha minden igaz, minden megvan inventory helyel együtt. Nagyon-nagyon remélem. Tehát akkor sapkát csinálunk egyet. Bomba. Csinálunk egy pólót. Ja, hát ezt a önmagát a ruhát, tehát az egész ruhát. És akkor utoljára van még a kesztyű. Erre kellek mondani, hogy lesz inventory helyem. The cold suit is designed to delay the onset of hypothermia. Jó, nem baj, éppen erre csináltuk ezt. Szóval, légy szíves, add vissza az alapanyagot. ez de jó, hogy behozták, basszus. Olyan magabiztosan rányomtam arra a sapkára, és rosszat craftoltam le a francba. Na mindegy, tehát akkor most már van hideggel szembeni védelmünk gyakorlatilag minden szempontból, és meg is van az az achievement. Hallottátok a hangot, volt ez a hang. Megvan akkor még egy achievement, és tehát akkor most már csak az utolsó kettő achievement hiányzik a játékban. Mind a kettő, tehát az gyakorlatilag, hogy vitt ki a játékot. Na de amit szeretnék még csinálni, amielőtt elmegyünk Ellennek a még egy ilyen test cuccához. Aztán nem más, mint a lépegetőnek szépen egy mélységi modult. Mert szerintem kell lenni fog, és tehát mert meg tudjuk csinálni igazából. Szóval akkor három rubintra lenne szükségünk. Az pontosan itt van? Tökéletes, kiírám. Ezen kívül kell még szintetikus szál, amihez kell még rubint. Nagyon-nagyon remélem, hogy van itthon valamelyik. Kérlek, jó, nagyon-nagyon jók vagyunk. Tehát akkor van itthon olyan is, van itthon fodroska növény is fent valahol még a francban, meg elméletileg, miért raktam véd egy random halat? Szükségünk van még, ez nem az, ez a zománcozott üvegre, amihez kell, üveg, gyémánt, meg kicsiszett ólom. Tehát minden egyszerre basszus, az egyik legdurvább crafting recept szerintem, szóval. Ha megvan minden, mehet is akkor egy mélységmodul szépen a lépegetőnek, azt hiszem bele tudunk még rakni modult. Nagyon-nagyon remélem, mert ideges leszek, hogyha nem tudunk belerakni, és tehát ezt a semmiért craftolnám. Mondjuk miért ne tudnánk belerakni technikailag? Tehát nem volt még arra példa, hogy tehát választanom kellett a modulok között, hogy melyikeket használtam. Vagy tehát használjam, úgyhogy feltételezem, hogy bele lehet rakni, kellek. Igen, jó van, látom is a slotot. Tökéletes, tehát akkor most már 700 méterre mehetünk azzal is. Na de először kellene nekünk szerintem a Snow Fox. Hol van? Hova a franc? Ja, ott van a sarkíróka. Jó, akkor visszamegyek igazából ugyanoda, mert tehát ugyanoda kell visszamennünk. Francba leestem. Hogyha minden igaz, nem fog kelleni ez a rebreather, szóval ezt akkor le is rakjuk, na és akkor lerakjuk még ezt a kettő szőrt, mert igazából arra sem lesz szükségünk. A pingris. Ez egy vicc, amit nem értek szerintem. Erre sem lesz most jelenleg szükségünk, legalábbis tudtam, már nem lesz ott semmi, amire ezekkel kapcsolatban szükségünk lesz, tehát ja, ez így ennyi. Paprikát azt viszont viszek magammal, mert azt tudom, hogy iszonyat hideg lesz, szóval gyere velem, légy szíves, azaz. Na és akkor szólok majd, hogyha visszamentünk a híthoz, ugyanis vissza kell mennünk mégiscsak beszélgetni az a hatalmas nagy kukacsal, akit egyébként tehát nemrég vettem észre, hogy rajta van a játéknak a borítóján. Én nem tudom, hogy miért én mindig azt hittem, hogy az a játéknak a borítóján az egy leviatán, de nem, szóval ide most bevágom a borítót. Rajta van az a hatalmas nagy kukac a borítón. Mi történt? Pali, ne már. Pali, nem már. Kikresselt a Subnautikám. Tehát mondta, hogy a mentés az legalább... Te, mikor a mentés? Az a baj, hogy ebben a játékban nincsen autószép. Tehát ebben a játékban te mentesz mindent magadnak, szóval... Szerintem a craft receptek előtt volt mentésünk.
Tehát a melegítőszett előtt. Kelek, ne. Akkor... Visszatértem oda, ahol voltunk, ha már kevesebb életkedvem, mert fogalmam sincs, hogy mitől történt az a crash. Nagyon-nagyon remélem, hogy nem korruptak a játékfájlom, mert akkor itt kerülnöm körülbelül egy órát. Ugyanis ellenőriznem kell a letöltést, de szerintem nem volt semmi baj a játékfájlokkal, szerintem csak szimplán megállt a játék, mert úgy gondolta, hogy bedobja a töröl között. Na itt is vagyunk a hídnál, amit tehát ugye hidraulikával kellett kinyitni, amit mikraftoltunk össze. Na mindegy, szóval ha sarkirókázni fogunk a kukac fele, ugyanis erre fel kell menni, és itt van a még egy anyaga elnek a testének, vagy tehát fogalmam sincs, hogy hogyan kellene ezt hívnom. Mindegy, annyi a lényeg, hogy tehát valahogyan így megyünk, és akkor valahol kikötünk majd elméletileg itt, tehát elvileg minden esetben van egy kukac, tehát hogy... Félnünk kellene, annyi a lényeg. Mi lenne, hogyha én azt mondanám, hogy én nem félek? Szóval valahogyan így megyünk, megpróbálunk valamit alkotni ebből. Elméletileg itt nincsen kukac, de lesz ma... Híres utolsó szavak! Kösz! Jézusom, mert te megugrottam, haló. Erre nem számítottam, hogy tehát csak úgy random az arcomban lesz. Ez nem tetszett, ilyenből nem kérek többet, hogyha ez egy lehetőség. Szóval megpróbálunk úgy valahogyan errefele menni. Ott egy kicsit mindegy, én itt benne szerintem leszáll. Meggondoltam magam, mégsem szállok le, jó? Az hogy hangzik, hogy itt leszállok? Meg szeretném javítani ezt a switchot, mert tehát, hogyha ez eltörik, akkor végünk van, akkor abszolút végünk van. Enélkül mi nem tudunk úgy nagyon tovább menni. Szóval kérlek, ne törj szét, kérlek szépen, te vagy az egyetlen egy dolog, ami jelenleg életben tart. Szóval megpróbálunk erre felemenni. Mi történt? Szia! Haló, mi van a sar és a sarkirókám az életben maradt? Oké. Okay. Oké, okay, életben maradt, elég jó, úgy tűnik jó. Akkor valamerre úgy erre felemegyek tovább szerintem. Baszki, ezt meg kéne javítani. Ezt, hogyha széttörik, akkor végünk van. Baj van. Hatalmas nagy probléma van. Azt sem tudom, hol kezdjem, tehát az, hogy ezt elmondja. Jó. Ó, nem. Megyünk. Nyomod. Ú, nagyon nyomom. Oké. Itt mindenképpen van valami, ami nekünk kell. Én így megyek. Szerintem ez így biztonságosnak mondható. Hogyha meghalom, hogy rotyog a föld alattam megint, akkor tehát egy kilépek. Ne! Mentünk egyet, jó? Meg lehetne a legpényesebb ötletek közben menteni, de ugyanakkor meg lehet, hogy nem is kellene itt de itt kell lennünk, itt kell lennünk. Ti a sarki cucc, te nem bántasz, tehát hogyha én ezen vagyok, hát bántani akar, csak tehát nem elég gyors sóró. Jó, mindegy, én itt lemegyek most szerintem a legnagyobb viszontlátásra. Adios. Ha? Szerintem mi itt lejjebb akarunk menni az őszintén megvalva, nem tud... Oh, yes sir, találtunk valamit. Na, csak egy évezred volt ide eljutni egyébként. Amúgy ide már be kellett volna jönnünk körülbelül az ilyen hetedik részben. Ez a sorozat, ez majdnem hosszabb, mint a sima Subnautica, pedig ez a játék, ez jóval rövidebb egyébként. Szóval mik vannak itt? Nagy smaragd. Szóval itt benne hallok valamit. Na itt csak tehát rotyognak. Nagy smaragdok tartják el itt a helyet, nem tudom, hogy miért mondjuk, és ez mi? Építész komponens. Hello, Ellen. Építész bőrsz. That is a rough way to go. Igen, az volt. I would not enjoy being crushed while mining iron cubed components. The cold preserved the body well, but this isn't a big sample. Will it be enough? Our tissues are pluripotent, derived from the DNA of various species. Capable of changing form as necessary. Ah, like stem cells. So, what prevents you from, I don't know, ending up with hooves where your eyelashes should go? That does not happen. At least not since the fourth iteration. De jó, a negyedik iteráció óta nem történik meg, tehát a közelején megtörtént. Na mindegy, mi kell ehhez, amit most szereztünk? Ezt is le tudnánk amúgy craftolni. Ha, ezek nem is kerülnek sokba. Haló? Azt hittem, ez rendesen drága lesz. Dehogy is drága. Hát jó, akkor elmehetünk igazából tehát az utolsó cucchoz is. A szervekhez. Amit szintúgy tudok, hogy hol van, de tehát pontosan nem tudom. Ennek is tehát csak egy alap irányt tudok, hogy merre fele kell kezdeni azt, hogy megyünk felé. De tehát kifejezetten nem tudom, hogy hol van.
Szóval akkor most megpróbálok visszatalálni, megmondom az őszintén, fogalmam sincs, hogy hol jöttem, szóval itt a kulcs szó az az lesz, hogy megpróbál. Nem állunk. Meg lehet, le kellett volna állni. Pali rendesen belém szúr. Tűzünk el, még a bizé is fut elő. Jó, menjünk el innen a francba. Gyorsan, ha már egyszer, tehát hogy nem vagyunk támadás alatt, légy szíves. És megáll velem bífelni, basszus, kiégek rajta. Mind a ketten bajban vagyunk, Pali, hiába állsz le velem bífelni, te is bajban vagy. Ide középre ebben nem mehetem úgy bemenni. Ott láttam érdekes érceket, de... Nem! Menjünk tovább! Hú, nem akarok megfordulni. Nem jó hangok jönnek mögülem, nem akarok megfordulni, csak menjünk inkább előre. Csak előre tartsunk, jó? De tényleg. Ott nem tudom. Mi pattantam meg, ami levitt, Pali? 36%-ot? Komolyan mondom, néha túl erősen fúj a szél, aztán megsérül basszus ez a sarki róka. Olyan, mint egy a papírból lenne építve. Szóval... Merre felmentem itt? Basszus, mert ilyenkor lenne jó az ösvénykutató eszköz, meg az, hogy én nem papírból csináltam volna ezt a retke sarki rókát. Baj van, igaz? Hallottam, hogy... Remegett a föld, Pali. Hát annyira tudtam, nyomd már be a boostot, légy szíves. Köszönöm szépen, a legnagyobb viszontlátásra. Ahogyha minden igaz, errefele jöttem. Egyébként meg nem tudom. Csak valamerre mentem és valahogy kikötöttem ott, ahol ez nem jó hely. Nem tudom, jó. Innentől fogva nem tudom, hogy merre fele megyek. Nagyon-nagyon remélem, hogy ez arra fele van, amerre... Tehát ahonnan jöttem, de nem emlékszem rá. Vészhelyzet, ilyen látmánytároló. Nagyon-nagyon rossz helyen vagyunk. Hol a francba vagyunk mi? Pirobotikai részleg, oda kellene mennünk, mert tehát vissza akarom dokkolni a sarki rókát. Ez baj, ez itt jég. Akkor meg lehet, hogy nem annyira nagy baj, de hogy a francba kerültünk, mint 800 méterrel arrébb? Valamelyik bal fordulónál valószínűleg tettem egy jobbra fordulót, legalábbis tehát én csak arra tudok gondolni, hogy totál ellentétes irányba fordultam, azért vagyunk kicsit 600 méterre. Jó, mindegy, erre felmegyünk most. Kérlek szépen, amúgy miért nem nyomtam be a fényt, Pali, semmit nem láttam, és tehát annyi eszem nem volt, hogy benyomjam a fényt. Ez a barlang az ismerősnek tűnik. Szerintem megvan, hogy honnan jöttünk. Yep. Itt nem kéne leesni, haló. Így megyünk, igen, itt a híd balra, itt a híd. Jó! Visszajutottunk. Vége van. A gilisztázásra. Menjünk és dokkoljuk vissza a sarki rókát. Nem hiszem, hogy szükségünk lesz rá többet ebben a sorozatban, szóval köszönöm szépen neki a szolgálatot. Én nélkületet nem tudtam volna megcsinálni ezt, de szó szerint én nem lettem volna hajlandó ennyit sétálni, amennyit kellett volna ezen a szigeten. Szóval nagyon szépen köszönöm a munkát, sarki róka, de most te neked sajnos lejárt az időd, és a legnagyobb viszontlátásra én pedig akkor megyek, és megkeresünk még egy alapanyagot, hogyha meg tudjuk találni, mert nem tudom, hogy pontosan hol van, csak annyit tudok, hogy nagyjából hol kell lefordulni, hogy abba az irányba menjünk, ahol az van. Ilyen szépen megfogalmaztam. Kéne valami... Ja, töltsünk egy kis HP-t is szerintem. Az őszint megvalva, meg lehet, hogy beugrok haza, hogy legyen... Bocs. You have such a way with words. Is that sarcasm? It was. You're learning. Hopefully, I will not have time to complete my study. I was wondering, if you can transfer bodies, why was it important to find a cure when you were infected? Couldn't you just make a new body? As you can see in the components you have scanned thus far, the forms we require combine biological and mechanical parts. The tissues you have scanned were developed from the DNA of 27 separate alien species. 27? That seems greedy. And wouldn't that mean that anything that infects a body you've manufactured can potentially learn how to infect all those other species? Yes. That is why a cure was imperative. Értető. Teljes mértékben értető, amiről beszél Ellen, és örülök neki, hogy legalább normálisan megvan írva a sztoriban, hogy mit miért nem tudtak csinálni, mert biztos, hogy feltettem volna azt a kérdést, és hülyének néztem volna a játékot, hogyha tehát megmondják, hogy azért csinálták a testeket, tehát hogy elkerüljék a vírust, és tehát akkor úgy lettem volna vele, hogy de akkor miért nem csinálnak egy új testet. Tehát miért nem cserélik le a testüket? Szó szerint tudtak újakat csinálni, hogyha megfertőződik az egyik, csinálnak egy újat, és adiós. Csak tehát itt meg ugye bejött az, hogy egymást meg tudták fertőzni, tehát hogy az új testek azok gatya. Ennyi volt. Mindig visszaértünk, és megmondom az őszintét, én most jelenleg csak is kizárólag azért jöttem haza, hogy csináljak medkiteket. Szó szerint csak is kizárólag medkitért jöttem haza, mert félek abban, hogy meg fogok halni, ugyanis ahova megyünk, az veszélyes lesz. Az nagyon-nagyon veszélyes lesz. Azt nem mondom biztos, hogy találni fogunk valamit.
mert nem vagyok benne biztos, hogy hova megyek, csak tudom, hogy megyek valamerre, és megnézzük, hogy hát, ha lesz ott valami, jó? Ez nem hangzik olyan rossznak, igaz? Jó, akkor menjünk. Meg... Ennek a pallónak csináljanak már valamit a kicsit hitboxával, mert eddig folyamat leestem róla. De nem csak ebben a játékban, az előző játékban is folyamat leestem róla. Jó, igen, tudom, skill issue, nagyon vicces. Szóval, ahova kell mennünk, az nem más, kérem szépen, mint a... Pilóta utolsó ismert pozíciójára, vissza kell mennünk Margaretnek a bázisára, és onnan tudunk még lejjebb menni, ahol találjuk ezt az utolsó dolgot, amit keresünk, valamint Kianitot. Kifejezetten a Kianit a fő dolog, amit szeretnénk. És hogyha minden igaz ebben a játékban, ebben gyakoribb, tehát csak ugye Kianit magában, tehát nem chunkokban, úgyhogy nem fog kelleni a lépegető. Kulcs az, hogy remélhetőleg. Na meg tehát az is, hogy mi most jelenleg csak az egyik helyre megyünk. Van ott még egy másik hely, amit tehát még nem fogunk meglátogatni, mert még nem kell. Az viszont már a játék vége, tehát ténylegesen itt vagyunk a játék végén. Úgyhogy fele dolgot fel sem fedeztem. Tehát nem találtunk utánégető fejlesztést, nem találtuk meg azt a platót, amivel lehet hordozni önmagát a lépegetőt, sajnos pedig azt megnéztem volna, mert az érdekesnek hangzik. Na meg a biztos van még néhány dolog, aminek tehát még csak a tervezet sem szereztük meg. De igazából itt vagyunk a végén. Szóval ja, jövök majd, hogyha megtaláltam újra Margaretnek azt a nagyon-nagyon eldugott titkos bázisát, mert az basszus megint egy óra lesz, mire megtalálom. Fix info. Kellett volna hoznom egy jeladót szerintem. Szerintem nagyon-nagyon durván jó lett volna hozni egy jeladót. Egyrészt tehát Margaretnek a helyét bejelölni, másrészt tehát a bejáratot, ahol most fogunk lemenni, ugyanis meg lehet, hogy el fogunk tévedni. De egyszer kell utána kijutnunk. Egyszer kijutunk, utána meg már csak vissza kell jutni, mert itt a játék vége, szó szerint. Még tippelve szerintem lesz még, tehát 2x3 lesz egyébként. Ezen a héten fog majd érkezni speciális videó napközben, tehát lesz olyan nap, ahol 2 videó lesz egy nap. Ezt jól megmondtam. Közben széttöröm ezt a szügykot. Elfelejtettem elhozni a rebreathert. Basszus, nagyon-nagyon elfelejtettem elhozni a rebreathert. Jó, akkor vissza haza. Elhozom a... Hogy felejtettem el a... Jó, vissza haza kell menni, el kell hoznom egyrészt a rebreathert, másrészt meg kell, de nézem, hogy meg kell lejutni Margaretnek a helyére, mert basszus nem találom. Na itt is vagyunk egyébként, csak ilyen 10-15 percben, tehát szóval próbáljunk meg lefele menni, tehát itt Margaretnek a helyétől, és a kék lett a víz valamiért a zöldestől, nem tudom, próbáljunk meg minél lejjebb tartani azt, hogy merre fele kell, azt nem tudom, csak annyit tudok, hogy tehát erre fele kell valamerre lentre menni. Itt van együk a falban. Én készen állok felfedezni, akármi is van itt lent. Mondjuk meg lehet, hogy egy picikét elszóltam magam a mélységet elnézve. Hova megyünk? Sziasztok, kristályok. Szerintem nem tudom, megmondom az őszintét. Hoztam magam a kettő jeladót, azt nem tudom, hogy tehát egyet elhagyjak itt. Miért ne igazából? Tehát tessék, elnevezünk téged minek? Mit? Domain, kristály, kristüé. Nem megy az írás. Tehát akkor fedezzük fel lenne ezt a kristályos helyet, ez tehát kifejezetten nem tudom, hogy mi akar lenni, sőt azt nem tudom, hogy ez mi akar lenni, ez mi a franc? Já, de membrán, hallott tesó? Magyarul? Mi ez a sok kristály amúgy? Nagyméretű kristályformáció. Arra voltam kíváncsi, hogy milyen kristály, nem tehát arra, hogy kristály, ezt látom én is szerintem. Hú, a zene itt mágikus. Jaj, melyik irányba kell, melyik irányba megy ez a szügy? Arra, jó. Nem tudom, hogy mi ez a bajom, nem tudom, hogy van itt veszélyforrás, de remélem, hogy nincs. Egy rakatnyi litiumot találok, Jézus, amennyi litium volt ott a földön. Jó, de egyelőre mi nem mozunk el semmit szerintem, de és akkor itt lejjebb tudunk menni még? Leviathan osztályú ragadozó. Nekem erre ez a reakcióm. Gyorsan tolunk egy quick save-et. Na és akkor folytathatjuk szerintem. Azt nem tudom, hogy mennyire kell tehát félni. Szeretnék csinálni egy grappling hookot. Azt mindenképpen szeretnék, azt az előző játékban kihagytam. Torpedókar. Ilyen se volt az előző játékban. Vagy csak volt, csak tehát nem találtam. Találtam Kianitot. Meg valami fura hangot, ami nem tetszik. Jó, ameddig itt nem vagyok, addig szerintem biztonságban vagyok. Aztán meg lehet, hogy hamis ideológiára építem itt a bizalmamat abban, hogy túlélem. De nem nagy baj, igazából vonókart is találunk. Na jó, leértünk egy olyan helyre, ahol tehát határozottan találunk új dolgokat. Még egy vonókart, de most szereztük meg, az nem kell már. Ez megint csak vonókar és vonó ágyuk között van különbség.
Nincs. A játék úgy érte ki, hogy vonó ágyú, de tehát a craftnak a neve az, hogy vonókar. Az mi? Ja, azt egy simarák. Ó, egy rakatnyi kiandított találok egyébként, ahogyan elnéztem. Ja, itt is van egy. Szia! Nem bánat, hogy egy picit ezt elviszem, kösz! Meg ezt elviszem, kösz! Jó, van három kiandítunk, szerintem mehetünk is el a francba. Én... Ráknak volt? Kérlek, mondd, hogy a ráknak volt ilyen hangja. Az micsoda? Ezt kirakta ide. Az mi akar lenni? Pali, én azt hittem, hogy ez egy nyugodt rész lesz. Szerintem meg lehet, hogy baj van. Erre rámentsek szerint. Remélem, hogy ki tudok szabadulni a fogása alól, hogy várjál, manőverezek. Egybe lehúzok egy tű lefele menetet, jó? Ribbozó! Mi a franc vagy? Árnyi Leviatán! Nop, kösz. Bali! Szóval oda nem kéne lemenni. Mi a Basszom, torpedókar, ments meg, ide nem torpedó kell. Aknázzuk le az egész helyet, basszus, atombombát dobjunk rá. Ez ingyen meg is fulladok. Hol a tehén? Ott van. Hogy milyen Leviatán, tesó? Azt hittem, hogy ezen a helyen lesz valami biztonságérzetem. Most, hogy láttam ezt, most mindenem van, kivéve biztonságérzetem. Szóval erre mentünk egyet szerintem. Sőt, tudjátok mit? Én, tehát nyalni fogom a falat. Tehát eszem a falat ezt itt. Követem a falat. Nem tudom, hogy vinni fog-e valahova, tehát csak úgy követem a falat, hogy tudjam, hogy akkor legalább bal oldalról nem támadhat meg. Jó, és ez szétnyílik mindenhova, tehát most már mindenhonnan megtámadható vagyok. De jó! Mit keresünk mi itt lenne egyébként? Mi a gól? Mi az endgame? Fogalmam sincs, visszafordulok. Nem emlékszem, hol jöttem fel? Ott el, mit tudom én Kristüjénél. Szia! Kélek mondd, hogy hat rád, ez! Nem hat rá. Megeszi tehen, megeszi a tehenet, Pali, nem hat, de hat rá. Ezt kirakta ide, de most, hogy halálkom olyan. Erre nem volt szükség, kicsikét sem, főleg nem este 8-kor, szerintem a szomszédoknak sem volt szüksége rá. Jó, én itt kiszállok szerintem, és ezt megjavítjuk. Ez mi? Azt hittem, hogy ebben a játékban csak kukac van. Arra nem volt szó, hogy lesz egy rohadt nagy Leviatán. Előző játékban is találkoztunk hatalmas dolga. Itt is találkoztunk már, eleget láttunk szerintem. Hadd menjek el. Megint rajtam van, igaz? Ó, hogy a... Réparetek magyar. Ó! Pali! Jó, hogyha... Tehát nem szabad, hogy cooldownon legyen ez a szutykunk, mert akkor gyakorlatilag halottak vagyok. Akkor neki is állhatom írni a végszerződés, végrendeletet, mi a franc az. Annyi a lényeg, hogy ne legyünk cooldownon. Jézusom, ettől megijedtem. Ez nem tudom mi a... 650-en vagyunk, Pali. De nem már, de annyi érdekes cucc van errefele. Ó, mi ez a sok kristály? Nem már. Basszus, szétdurran ez a szutyok. Mennyi lenne tehát lecraftolni neki? Basszus, úgy álltunk meg, hogy tehát... igen, 650 alatt van, úgy álltunk meg vele. Mennyibe kerül neki a 3-as szintű szutyka? Mert tehát ide mindenképpen az kéne. Nickelbe kerül még, na olyat nem láttunk még. Jó, szerintem téged itt hagylak így. De itt meg vagy, igaz? Jó? Akkor legyél meg, én meg elmegyek felfedezni valamerre. The crystals in this environment are confusing my senses. And yet I feel certain there is something important below. Okay. A facility or a body component. Okay. Perhaps both. I cannot tell. Tehát van itt valahol egy testkomponens újra, na meg valami facility. Ez nem hangzik rossznak, csak tehát hol? Gondolom ennek a nagy kristályos helynek van hozzá valami köze, mert tehát itt retek sok kristály van, és azt mondta, hogy a kristályok zavarják össze neki tehát az izéját. Szóval feltételezem, hogy erről a helyről beszél. Nem mély ez egy picit. Pali, én meghaltam. Tehát, hogyha én oda lemegyek, meghaltam, de én ezt kijelölöm.
Szia, és... Oké. Aki kitalálja, mit akartam ott leírni, annak beszívzem a kommentjét. Szóval, tehát mindenünk van, kivéve nikkelünk, és ezt nem is nagyon tudom úgy pontosan, tehát hogy hol kellene szerezni. Oxigént kellene azt viszont, tehát ezt nagyon-nagyon kellene szerintem. Meg lehet jobb lett volna lehozni azt a szutykot, amivel tehát körbe tudunk nézni, tehát hogy körülöttünk mi van, mert... Hú, ez a hely. Ez a hely, ez durva. Ott van még kianit. Azért szerint meg inkább elhozom szerintem. Nikkelt kellene most tényleg nagyon-nagyon keresni, mert tehát anélkül nem tudjuk megcsinálni nagyobb mélységmodult, anélkül meg tehát nem tudunk lejjebb menni. Mondjuk meg lehet, hogy itt inkább az a probléma, hogy nem tudom, hogy hol kellene lejjebb menni, de jó. Én bízom benne, hogyha én itt most lemegyek, akkor ott abban a nagy cuccban, tehát ott... hol volt? Ott. Lesz valami az alján, ami oxigént ad. Bízom benne. Hogyha nem, meghaltunk. De egy próbát megér, meg kell néznem. Mentettem egyet, mentésünk biztonságban van. Tehát ez most egy ilyen kis social experiment, csak egy picikét úgy megnézzük, hogy mi az ábra. Kis rubint az ábra, az megfelel, az amúgy is kellett nekünk. Na és akkor innentől fogva only down. Hát nem tudom, hogy mennyire mélyre akar ez minket vinni, de tehát azt sem tudom, hogy van-e itt len, úgy... Valami, de jó lenne, hogyha... Ó! Oké. Itt len valami segíthet megépíteni a testét. Miért hallok egy terrorist mögöttem? Pali, most nem az idő van, még nincsen... Ja de, amúgy... Tehát, jó, adjuk. Nem van egy rakatnyi dolog még mindig. Ott látok valami zöld... Ott látok oxigént. Hogyha minden igaz, akkor az ott oxigén. Jannit ott még lopunk, basszus. Ha már ilyen közel van az oxigén, ha bár még nem kéne elszólni magam, meg kéne nézni. Igen, az fix oxigén, jó. Tehát megtaláltuk ezt a helyet, ha bár a franc tudja mi ez. Annyi a lényeg, hogy megtaláltunk valamit, ami elméletileg te segíteni fog nekünk megépíteni a testét. Wow! Jó! Ezek, minél tovább megyek, egyre menőbb, de tényleg. Ezeket egyszerűen le kell fotóznom, mert olyan gyönyörűek ezek a kristályok. Wow, hol vagyunk? Nem tudom, hogy mi ez, de gyönyörű. Hát meg kell, hogy mondjam, egyébként szerintem ez egyik legszebb játék, amivel eddig játszottunk a csatornán, de tényleg egyszerűen hihetetlen, hogy milyen gyönyörű. Sziasztok, tudom, hogy ti barátságos. A Pali semmi mászik? Rá esett az arcomra, jó. A VR-be ezt nem mentem volna megcsinálni, tehát VR-be ne kellettem volna sikonyálni, azt kiléptem volna. Szóval, építész komponens, ez az utolsó. Megvan minden, igaz? És itt kell őt össze? Given your current location, I think it could still be improved. Your feedback has been noted. Itt kell összeraknunk? Are you excited? Using the chemical compounds available in your body, I am able to approximate what you might call cautious optimism. Na de, tehát mi nekünk itt kellene összeraknunk a dolgait, nem? Hol kell őt összeszerelni? Tehát azt még most sem tudjuk, hogy őt hol kell összeszerelni. Nem tudom sajnos. Na de nézzük meg akkor az utolsó receptet, hogy mibe kerül. Három kianit, szóval ez kerül... várjunk, ezt le akarom szedni, ezt a jeladót. Tehát... Csak is kizárólag három kianitra van szükség? Pedig ez az endgame-nek az érce. Na mindegy, én nem rinyálok, mert ez egy relatívan tehát olcsó crafting recept, na de akkor hol kell összekraftolni? Azt mondták, hogy tehát elméletileg van valami itt lenne, ami segít összekraftolni neki a testrészeit? Én nem találok olyat, ami segítene összekraftolni, de viszont találok tehát olyat, hogy a biokomponens most már megvan végre. Ezeket a lyukokat, ezeket meg megnézem, mert hát ha van itt valami, de ahogyan elnézem, sajnos nem. Na mindegy. Hagyjuk abba. Ezen a gyönyörű részen búcsúzom, akkor tőletek. Támogatók itt vannak. Ez a rész volt eddig szerintem a legjobb. Hatalmas volt, valami iszonyat jó volt. Na és akkor meg lehet, hogy holnap végzünk a játékkal, meg lehet, hogy nem. Attól függ, hogy megtalálom, hogy hol a francba kell összekraftolni ezt a szutykot. Na meg tehát, hogy hol találják nikkelt. Ha valaki tudja, írjátok le kommentbe. Na mindegy, akkor a héten várjátok a sok speckó videót. Érkezik a Steamnek értékelés, és érkezik még kettő videó, azt hiszem. Meg lehet, hogy három, a harmadikat még nem terveztem be, mert nem tudom, tehát hogy mi lesz. Na mindegy, akkor holnap megpróbáljuk befejezni a játékot, hogyha be tudjuk. Csöszök, Ali. Bra!